minden szoptatásnak külön története van, minden gyerek egy külön történet, a tiétek hogy hangzott? Mekkora most a baba? Ő most 14 hónapos mulott, a mai nap is szopizik még, Gergőnek. Igen. Reggel este még megvan azért a menetrendünk. Hát én erre nem készültem, tehát azt tudtam, hogy szeretnék szoptatni, de hogy mennyi ideig az így, ahogy az élet hozza. Aztán már a kórházban kiderült, hogy van terv. És hát azért egy másfél-két hónap kellett, mikor már úgy beálltam, hogy láttam azt, hogy van bőségesen, és akkor a kötelező szüléseken keresztül mentem, és utána elkezdtem leadni a tejet. Hát nem volt egyszerű. Mert hogy? Fárasztó. Fárasztó azért az, hogy minden szoptatás után még energiát abba bele investálni, hogy a fejem, elmosogatom, sterilizálok, etc. Tehát ez így nagyon sok. De nem csak anyagilag, hanem amúgy is megérte az embernek, hogy lelkileg, hogy én most valaki másnak tudok segíteni. Tehát akkor ez motivált, hogy...